Ferencváros együttesével. Fehállani mérkőzést megnyerték, míg a Ferencváros elleni találkozót 2-2-re elvesztették. Meglátjuk, hogy ők hogyan szállnak bele a ma esti találkozóba. Reis hozzá el a bulit. Sofron. Hatalmas zicserben Sofron, aki először nem tudja beütni a gólhelyzetet, azonban másodjára a lecsorgó korongot már be tudja juttatni a dunaújvárosi kapuba. Így hát az olimpiai selejtezőt követően az Erste Ligában is megtalálja góllövő ütőjét Sofi. Egy ember mínuszból még be is tudott volna találni. Megint helyzetben a vendégek, és Levin az, aki megszerzi önmaga első csapat a második találatát. Levin egyébként egészen elképesztő idén az Erste Ligában, most már a 25. gólját szerzi meg a 23-as, 24-es kiírásban. Folyik a játék. Skácskov lő, és egy hatalmas gólt ragaszt jó messziről. Egészen elképesztő, hogy milyen könnyedén viccelte meg Tóth Balást ez a lövés. Szinte bármiféle probléma nélkül ment át a lábai között a korong. Hát szinte teljes mértékben azt csinál a Csíkszered a dunaújvárosi harmadon, amit csak szeretne. Kubát lő, hát és ott van a negyedik. Hát még az is lehet, hogy ebből rekord lesz a végén. Szalma. Talán ebből lehet valami, Szabolainen. Most a lövés. Véd a csíkszeredai kapus. Van kipattanó, és Szalma pofozza be közvetlen közelről a korongot a Dorian kapujába. Ott is van az a bizonyos kis minimális szikra, ami adott esetben jó hatással lehet a piros mezesekre. Levin adja ott Sofronnak. Sofron cselez befele, és be is tudja húzni kapuba az 5. csíkszeredai találatot. Fantasztikus gólt szerzett Sofron István. De hát annak ellenére, hogy egészen elképesztő pályafölényben játszik ma este a Csíkszereda, azt azért ki kell jelentenünk, hogy jócskán tudásuk alatt teljesítenek ma este a csíkszeredaiak, és így lesz 6-1 az állás. Van lehetőség építeni és energiát feszíteni a jövőbe, akkor azt gondolom, hogy az abszolút helytálló. Közben megszerzik a csíkiak a 7. találatukat is. 14-31-jel a mérkőzés vége előtt. Teljesen ajtóablakig játszották ezt. És ha jól látom, akkor Sofron ünnepel, ami azt jelenti, hogy Mester 3-as jegyes Sofi. Rokai rettenetesen üresen van, ezt most vette észre egyébként Bece. 20 másodpercig fognak 5 a 3-ban játszani a felek. Skácskov nem lő, majd most. És így jut be végül a 8. csíki gól a dunaújvárosi hálóba. Legközelebb a dunaújváros február 18-án fog játszani hazai pályán a Gyergyói Hoki Klub ellen. Én pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Hajdú Dániel búcsúzik önöktől, viszontlátásra, viszonthallásra.